Értékesítési problémák, nagy az árkülönbség az étkezési és a léalma között. A gazdák akár 70 forintot is veszíthetnek kilogrammonként. Allergia szezon. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben, a legtöbben a parlagfű miatt. 40 kg kenyeret fogyasztunk, a Magyar Pékszövetség alelnöke szerint tévhit, hogy a kenyér egészségtelen lenne. Nagy az árkülönbség az étkezési és a léalma között, ezért is kellene új termékeket előállítani, véli az Agrárkamara megyei elnöke. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A gazdák akár 70 forintot is veszíthetnek kilogrammonként, ha nem elég szép a gyümölcs a polcokra, annak ellenére, hogy fogyasztható az alma. Ebben az évben hiába számítanak a tavalyihoz képest fele akkora termésmennyiségre, így is értékesítési gondokkal kezdődik a szezon. A jelenlegi számítások alapján nagyjából 450-500 ezer tonna almával számol idén az Agrárkamara országos szinten. De nem csak hazánkban, Európa más országaiban is lényegesen kevesebb a termésmennyiség az előző évhez képest. Magyarországon egyébként az átlaga 600 ezer tonna volt az elmúlt 10 évben, volt olyan év, amikor csekélynek számító 300 ezer tonna volt a gyümölcs, tavaly azonban kiemelkedő mennyiséget, mintegy 900 ezer tonnát tudtak betakarítani. Az árak azonban nem jelzik a hiányt, a szezon ebben az évben is értékesítési problémákkal indul, közölte Rácz Imre, az Agrárkamara megyei elnöke. A léalma áráról még csak egy feldolgozó üzem döntött, ott kilogrammonként 28 forintot fizetnek a gazdáknak a gyümölcsért. A többihez képest olyan korrekt, hogy szeptember 16-án, amilyen ár ki fog alakulni, az, aki 21-én, augusztus 21-én fog a cég kinyitni, amit akkor beszállítanak, és ha árkülönbözet lép fel, akkor a szeptember 16-ai árra kiegészítik azt is, amit augusztus 21-én adnak le. A többi cég pedig nem is nagyon kötött szerződést, nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, illetve olyan árképlet van, amiből nem tudjuk kibogozni, hogy milyen árat is akar tartalmazni az Agronos Juice-nak, olyan kikötései vannak, egyik variációja, hogy majd minden hétvégén a Lengyelországban kialkudott ár, de Lengyelországnak melyik részén alakul ki az ár, illetve Lengyelországban később kezdődik a betakarítás 2 héttel, akkor a mi almánknak milyen ára lesz, szóval nagy a bizonytalanság. Az étkezési alma vonatkozásában pedig az a probléma, hogy a hűtőházakból nem fogyott el a tavalyi termés, azonban Magyarországon az idei korai alma már ott van. Így ezek úgymond versenyeznek egymással, ami rontja az árakat. Ennek köszönhető, hogy kilogrammonként körülbelül 100 forintért vagy még kevesebbért tudják a gazdák értékesíteni a gyümölcsöt. A továbbiakban is csak hiányzik egy olyan feldolgozó üzem, és nem is biztos, hogy a léalma feldolgozást kell erősíteni, hanem az étkezésiből mondjuk a 100 forintos alma után, ha valami ágnyomot, vagy esetleg a szedésnél kis sérülést szenved el, ez a gyümölcs a 100 forintból átesik a 28 forintos léalma árba, és ide közé kellene egy olyan feldolgozás, ami egy 50-60 forintos árral, aszalványt, vagy szeletelve, vagy ehhez hasonló dolgokra gondolunk, hogy mindenképpen az étkezési alma ne egy ilyen apró hiba miatt is már a léalmába kössön ki, hanem értékesítve egy magasabb áron kerüljön a piacra. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 24 ezer hektáron termelnek almát a gazdák, így a gyümölcs szempontjából ez számít a legmeghatározóbb térségnek hazánkban. A tavaszi fagyok után felmérték a megyében is a termést, akkor azt jósolták a szakemberek, hogy közepes mennyiség lesz a fákon. Most azonban még ettől is kisebb mennyiséggel számolnak. Minden tizedik magyar allergiás a parlagfű pollenjére, ez már népbetegségnek számít. Az ANTS pollenriasztási rendszere szerint a napokban első és másodfokú riasztási szint van érvényben. Mivel a parlagfű az egyik legirritálóbb pollenforrás, ennek irtására komoly szabályozás van érvényben. Aki elmulasztja a saját területén, akár 5 millió forintos bírságra is számíthat.
A riasztási térképen jól látszik, hogy az elmúlt napokban az ország északi és nyugati peremén kívül szinte mindenhol legalább figyelmeztetés volt érvényben a parlagfű pollen koncentrációja miatt. Térségünkben sok helyen másodfokú riasztást is kiadtak. Az allergiások száma évtizedek óta folyamatosan nő, jelenleg közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. Közülük majdnem 1 millióan kifejezetten a parlagfűre allergiásak. Számukra rossz hír, hogy ez megnöveli a további allergiák kialakulásának esélyét. Magáról az allergiáról annyit tudok mondani, hogy az egy steril gyulladás a szervezetünkbe, csak nem ezt a gyulladást nem vírus, baktérium, gomba, egyéb kórokozó okozza, hanem az allergén. Ugyanazok a szöveti reakciók zajlanak, duzzad a nyálkahártya, bővebb váladékot termel, nagyon sokan szenvednek benne. A parlagfű allergia a leggyakoribb, legalábbis itt a mi környékünkön, és hát Európában, Kelet-Európában. Erről se, magáról az allergiáról annyit tudunk, hogy megyénkben olyan, hát olyan 800-900 betegről tudunk, akik biztosra allergiásak. Magyarországon 800 ezer körül van az allergiás asztmásoknak a száma, de majdnem 5000 a súlyos asztmásoké. Az allergia ma már egyre súlyosabb probléma, népbetegségnek számít. Nem csak az egészségügyi ellátórendszert és a gyógyszerkasszát terheli meg, de a szezonban egyre többen esnek ki a munkából is, annyira megnehezíti a mindennapokat. A panaszosoknak azonban fel lehet készülni a pollen szezonra. Kezdem lemosni a pollent. Mint ahogy lemossuk a bőrünkről, a hajunkról, cseréljük a ruhát, a belső bőrünk, a nyálkahártyánk, az szennyeződik leginkább, mert arra nedves szem, orr, légúti, mélyebb légúti nyálkahártyára rátapad rengeteg pollen. Ettől meg lehet szabadítani a szervezetünket. A legokosabb az, hogyha mi egy megfelelő készülékkel, tehát nem kamilla, tejá, forró kamillával gőzöléssel, hanem szabályosan, orvos által előírt, megbeszélt formában ezt lemossuk, ezt a sok pollent. A gyógyszereseknek azonban már a legapróbb tünet megjelenésekor érdemes elkezdeni a kezelést. Az allergia legjellemzőbb tünetei az ordogulás, orrfolyás, szemkönnyezés és viszketés. A tüneteket gyakran összekeverik a nyári náthával, vagy a légkondicionálók okozta irritációval. Azonban, ha ezek nem múlnak el pár nap alatt, szezonálisan újra jelentkeznek, és zavarják a mindennapokat, illetve a teljesítő képességet, akkor érdemes szakemberhez fordulni, ugyanis nagy az esélye, hogy valamilyen allergia okozza a tüneteket. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen, közölte a Magyar Pékszövetség alelnöke. Az egészséges életmód és a reform konyha követői sokszor hangoztatják, hogy nem lenne szabad kenyeret fogyasztani, de a megfelelő kovászolás technikával egészségessé válik, közölte Lakatos Tibor. A kenyér az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, ebből évente átlagosan 37 kg-ot fogyaszt egy magyar. A jó kenyérhez fontos a kovászolás, ez minimum 6 órát vesz igénybe, de van olyan termék, ami 48 órán át kovászolódik. Ez akadályozza meg, hogy megpenészedjen az élelmiszer. A Magyar Pékszövetség idén 8. alkalommal hirdette meg 3 kategóriában a kenyérversenyt. Keresték a legjobb Szent István napi búza kenyeret, ez lett az idei év kenyere is egyébként. A 2. kategória a roskenyér, a 3. pedig az innovációs termékek voltak. Az idén közel 100 termék került a zsűri elé, és ez alapján választotta meg az 5 tagú zsűri, aki szakemberekből áll. Agrárminisztériumból is jöttek, ez az Agrárkamarából is, és ők zsűrizték le a termékeket. Merre halad ma az innováció? Mi a törekvés a kenyérrel kapcsolatban? A legutóbbi felmérések alapján azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább az emberek elmennek és vásárolják, és inkább többet adnak a jobb minőség kenyérért. Vagy mondhatjuk, amely... hogy kicsit ketté szakadt ebben, igen, is a lakosság, hiszen van, aki továbbra is az olcsóbbat keresi. Igen. Én azt gondolom, az a rétege nem tud mit kezdeni a szakma, hiszen aki a nyugdíjból él és a kevés a fizetése, nyilván azok nem tudják ezt a kategóriát megfizetni, viszont az a réteg, aki többet ad az egészségére, és igazából a kovászos terméket, és hozzáteszem, hosszú
ideig átadható kenyeret szeretne, az viszont hajlandó többet adni a termékekért. Az olcsóbb kenyér eltarthatósága sokkal rövidebb idő, fontos az élelmiszer savfoka, ez pedig a kovászból keletkezik. Ez akadályozza meg, hogy megpenészedjen a kenyér. Minimum 6 órás, de van, ahol 48 órás kovászt alkalmaznak a pékségekben, hogy legyen ideje az élesztőnek, az enzimeknek kifejteni a hatásukat. A friss kenyeret vászontáskában célszerű tárolni, sem zacskóban, sem pedig hűtőben nem ajánlott. Szeretnék azt a tévhitet megszüntetni, hogy a kenyér egészségtelen, a búza kenyér is, hogyha megfelelő kovászolás technológiával készül, az egyáltalán nem egészséges. De még egészségtelen, amint említettem, a kovász az nagyon fontos tényező a kenyérnek, hiszen a kovász jobban elősegíti a gyomornak a működését, jobban le tudja bontani a kovászolt kenyérnek az összetételét, a bélszerkezet, tehát mindenképpen egészséges. Amit ugye igazából sokan egészségesnek tartanak, a roskenyér vagy a teljes kiőrlésű kenyér. Ugye a roskenyér, mint itt is látszik, tehát ezek a roskenyéreknek legalább 60% rozsliszteket tartalmaznia, és ezek, aki ezt a terméket szereti, rossz terméket, akkor nyilván ezt fogja vásárolni. De szerencsére Magyarország mintegy 150 féle kenyeret lehet alkalmazni, vagy lehet vásárolni, tehát elég nagy a választék, azt gondolom, hogy a vásárlók tudjanak választani az ízlésüknek megfelelően. A kenyér az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, ebből évente átlagosan 37 kg-ot fogyaszt egy magyar. Az idei kevesebb és gyengébb megytermés miatt lényegesen kevesebb pálinkára számítanak a főzdék. A főzetőknek rossz hír, hogy a tavaszi és a nyár eleji időjárás miatti lassabb cukrosodás következtében kevésbé lesz kiadós a már becefrézett megy. A cefrét tölti át egyik hordóból a másikba ez a férfi egy újfehértói pálinka főzdében. A napokban itt is megkezdődött a megypálinka főzése, amely a legkorábban beérő gyümölcs a térségünkben. Idei évben, mint mindig, most is a meggyel kezdődött a pálinka szezon. Sajnos jóval kevesebb és rosszabb minőségű a megy, mint a tavalyi évben. Ez annak köszönhető, hogy tavasszal sok volt az eső, így a cukrosodás nem tudott olyan mértékbe végbe menni, mint ahogy kellett volna. Fecske László elmondta, a megy mellett a sárga barack főzése is folyamatban van, azonban ez a gyümölcs nem annyira jellemző a térségünkre, és az időjárás miatt abból is gyengébb az idei hozam. Hozzátette, a legnagyobb mennyiségben minden évben almapálinkát főznek, ez idén sem lesz másképp, ugyanakkor nagy dömpingre nem számítanak. Az almatermés az a tavalyi évben nagyon jó volt, úgyhogy várakozásnak megfelelően az idén kevesebb van. A szilva az egyenlőre úgy tűnik, hogy jó termés lesz. Még a szilvának, a kései szilváknak a napsütés jót tenne, így a jégverés ilyesmi már annyira nem befolyásolja, mert már nagyjából érett, tehát még ha le is hullik cefrébe, még használható. Az üzletekben kapható palackozott pálinkák áremelkedéséről egyébként éppen egy éve számoltunk be híradónkban. Az akkori drágulás a bérfizetett pálatokra azonban nem volt hatással, és egyelőre nincsenek hírek a további áremelkedésről sem. Női csapatot indít az Extra Ligában a Nyírbátori ASE, míg a férfiak továbbra is az MB2-ben szerepelnek majd. Az elmúlt héten Luxemburgban edzőtáborozó Tölgyes Dorottya bekerült az Európa válogatottba, így a fiatalasztali teniszező októberben a lengyelországi világkupán a kontinens csapatában szerepel majd. Gyakorlatilag egész nyáron pattogott a labda a nyírbátori Györfi Tibor edzőközpontban. Ezen belül 3 héten keresztül bentlakásos rendszerben készültek a helyi, illetve nyíregyházi és debreceni fiatalok, mellettük román, ukrán és szlovák asztali teniszezők edzettek napi több órán keresztül. Az elmúlt héten a nyári Európa-bajnokságon is szereplő Tölgyes Dorottya hiányzott a többiek közül, ugyanis a Nemzetközi Szövetség által szervezett luxemburgi edzőtáborban készült. A jövőre ifjúsági korosztályba lépő játékos bekerült az Európa válogatottba, és ősztől klubszinten is a legmagasabb osztályban szerepelhet majd a fiatal játékos. Ebbe az évbe bevállaltuk a női extraligát, mert megváltoztatták a csapatbajnoki kiírást. Nők csak úgy játszhatnak férfi bajnokságba, hogyha női bajnokságba is játszanak. Egyet most úgy döntöttünk, hogy
akkor bevállaljuk, bár mi igazából fiúklub vagyunk, de egy két-három olyan dolog történt itt a nyár folyamán, valamint a tavasz folyamán, amivel a játékos keretünk jelentősen megerősödött, és ez nekünk plusz forrásban, lebonyolításon kívül nem került, tehát magyarul játékosokat nem kell fizetni, játékosoknak a versenyengedélyét nem kell megvennünk, hanem ezt egy rendszeren keresztül meg tudjuk kapni. Konkrétan Keresztesi Kitti ide jön hozzánk Szekszárdról, itt fejezi be a gimnáziumot, és ő is a mi csapatunkat fogja erősíteni, valamint két angol kislány jelentkezett be hozzánk, akik utánpótláskorúak. A nyári Európa-bajnokságon még az ifjúsági válogatottat irányító Fekete Soma az elmúlt évben többször is tartott edzéseket Nyírbátorban. Az ősztől Németországban dolgozó szakember az elmúlt héten is segítette a fiatalok munkáját. Jelenleg most először ilyen alapozáson vagyunk, gyorsítás, lábmunka, apró technikai hibákat próbáljuk kijavítani. Ugye 2-3 hét múlva kezdődik a versenyszezon. Most arra törekszünk, hogy egy jó alapot összerakjunk nekik, és 1-2 héttel a versenyszezon előtt már a meccsjáték, és az, hogy a versenyre tényleg a lehető legjobban felkészüljenek, az lesz a cél. A nyírbátori férfi csapat annak ellenére, hogy megnyerte a bajnokságot az NB2 északkeleti csoportjában, nem lép feljebb, marad a harmadik vonalban. Tölgyes Dorottya számára pedig a bajnokság mellett ősszel indul a nemzetközi versenyszezon is, a nyírbátori játékos a lengyelországi világkupa mellett a horvát és szerb nemzetközi bajnokságon is képviseli majd a magyar színeket. Ferenczi Tamás irányításával készül a szezonra az NKK 5-ös U16-os fiú kosárlabda csapata. A fiatalok a regionális bajnokságban indulnak, ahonnan szeretnének felkerülni az országos főtáblára. Augusztus végén a hazai rendezésű 5-ös kupán lépnek pályára a nyíregyházi kosarasok. Augusztus elején kezdte el a felkészülést az NKK 5-ös U16-os csapata, amely a legidősebb korosztálynak számít a klubnál. Az első időszakban így a miskolci edzőtáborban is a vegyes felkészülés dominált, a fizikai és labdás gyakorlatok mellé aztán társult a taktikai elemek súlykolása is. A játékosok a Vessik tornatermében készülnek Ferenczi Tamás irányításával, aki bízik abban, hogy a csapat a bajnokságban felkerül majd az országos főtáblára. Mi a regionális bajnokságba kaptunk besorolást, hisz egyesületünknek ez a második olyan szezonja, amikor ebben az U16-os korosztályban csapatot indít. Regionális bajnokságba kezdjük el a szezon. Bízom benne, hogy tudunk úgy szerepelni, hogy felkerülünk a főtáblára, és a főtáblán pedig próbálunk a lehető legjobban szerepelni majd. Az NKK-nak együttműködési szerződése van a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémiával, így a fiatalok 16 éves koruk után is folytathatják sportpályafutásukat. Három játékosunk öregedett ki a tavalyi szezonban, mind a három a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémia csapataiba került. Van, aki az A csapatban, van, aki a B csapatban. Az akadémia szakmai stábja fogja eldönteni, hogy ki melyik csapatba kap besorolást, és abban a csapatban fog majd dolgozni egész évben. Sikerült nagyon nagyot előre lépnünk az elmúlt két évben. Itt leginkább a tömegesítésre gondolok, tehát egyre több gyerek választ bennünket, és sportol a NKK 5-ös színeiben. Ez az U16-os korosztályunk, amellyel 2,5 éve dolgozok, úgy gondolok, hogy ők tartanak jelen pillanatban legelőrébb, tehát itt van 6-8 olyan játékosunk, aki akár utánpótlás szinten, vagy későbbiekben is akár kosárlabdázóvá válhat, de minden egyes korosztályban, az U14-ben, U12, U11-ben vannak tehetséges, ügyes gyerekeink. Az edzőknek a célja az, illetve az egyesületünknek a célja az, hogy a lehető legtöbbet tudjuk ezekből a gyerekekből kihozni, és 16 éves kor után úgy adjuk át oda a Nyíregyházi Akadémiának, hogy ők megállják a helyüket, és valóban húzó emberekké váljanak. A klub augusztus végén ismét megrendezi az 5-ös kupát a 16 éves korosztály számára. A házigazda mellett egy szerb, egy román és egy szlovák csapat, valamint a nyíregyházi, a debreceni, a szolnoki és a Honvéd Akadémia együttese lép majd pályára az augusztus 29-én kezdődő tornán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Még nem futott ki a tavalyi étkezési alma a hűtőházakból, és az idei korai almát is próbálják értékesíteni a gazdák. A nagy mennyiség miatt alacsonyak az árak. Az is problémát jelent, hogy nagy az árkülönbség az étkezési és a léalma között. A gazdák akár 70 forintot is veszíthetnek kilogrammonként. Erre megoldást jelenthetne az Agrárkamara megyei elnöke szerint, ha új termékeket állítanának elő. Ilyen lehetne például az almaszirom.
hajmosás naponta, gyakori ágyneműváltás és éjszakai szellőztetés. Ezekkel az apróságokkal csökkenthetőek az allergiás tünetek. Magyarországon minden negyedik ember érintett allergiás reakciók szempontjából, a legtöbben a parlagfűre, ami megnöveli a további allergiák kialakulásának esélyét is. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen, közölte a Magyar Pékszövetség alelnöke. Az egészséges életmód és a reform konyha követői sokszor hangoztatják, hogy nem lenne szabad kenyeret fogyasztani, de a megfelelő kovászolás technikával egészségessé válik, közölte Lakatos Tibor. A kenyér az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, ebből évente átlagosan 37 kg-ot fogyaszt egy magyar. A jó kenyérhez fontos a kovászolás, ez minimum 6 órát vesz igénybe, de van olyan termék, ami 48 órán át kovászolódik, ez akadályozza meg, hogy ne penészedjen meg az élelmiszer. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 19-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Na viszontlátásra!